Lukács evangéliuma a 15. részéből olvasom a tékozló fiú példázatát. Egy embernek van két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának: Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy tobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhínség azon a vidéken, és ő kezdte szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődék annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldé őt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtöltene az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiatnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elméne az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. És mondanéki a fia, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiatnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallá a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az. Az pedig mondta neki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatá a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagúvék, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérleli őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ímé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. És nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágottad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kéne tehát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott.